Na akkor sziasztok! Szerintem lesz egy Urbex videó, mert nézzétek, mit látok itt. Na, mert ez egy, hát ez egy romos elhagyott épület, és most időből is kiterik, hát megnézzük, de közben jön egy busz, pont a legjobbkor. Valahogy átmászok a túloldalra, aztán megnézem. Ezt nézzétek, tardos szaló, vagy valami hasonló. De ott van a régi tábla is, reklámtábla, és hát igen, ez egy hotel volt. Gondolom inkább csak egy panzió. Errefelé is van egy-két épület, de azokban tényleg semmi nem maradt, viszont ide még szerintem be is lehet menni. Nézzük, hát... Nyilván nincs jó állapotban, de hát... Majd óvatosak leszünk. Hát, túl sok minden itt már nem maradt. Nézzétek, hát folyosó. Igen, ez még valószínűleg panzió lehetett, és hát ilyen kisebb szobák voltak. Még szerintem egyébként eléggé ilyen komfort nélküli volt, mert hogy nem voltak a szobákhoz külön vizes blokkok, hanem szerintem a folyosó végén volt. Hát ez ilyen olcsó szállás lehetett. Na, például itt be tudunk ide nézni. Bár itt meg lehet, hogy ez már egy VIP szoba volt, ahol volt fürdőszoba, mert ez a kis leválasztott része, ez mint hogyha ez lenne, és akkor most ezt nézzétek. Ez a másik épület, nem tudom, mi akart lenni. Megnézem majd a Google Maps-en, hogy van-e fénykorából kép, mert lehet, hogy itt egy 10 évvel ezelőtt még működött. És ott az emeleti rész, ami maradt belőle, de hát az is látszik, hogy ezt már elkezdték téglánként is széthordani. Hát ez ennyire nem magától omlott össze, legalább meg így, hogy a téglák is iszom a széljel. Tehát itt már, itt ez már amiatt van, hogy ezt már valaki elkezdte lopkodni. Ez pedig valamilyen kiülős rész lehetett szerintem. Nézzétek, hát szerintem az ilyen terasz, hogy hát tényleg ez a kiülős rész, itt asztalok lehettek, és akkor itt felszolgáltak, itt enni, inni lehetett. Azért el tudom képzelni, hogy ez amikor még működött, milyen lehetett. Hát valószínűleg csődbe ment, lehet, hogy egyébként az is lehet, hogy nem is olyan régen, hanem akár ilyen 5-6 éve is. Ennyi idő alatt is szét lehetett kapni ennyire. Itt megfolyik valami. Kilátás, és jó lehetett erre a kis patakra. És itt, ha kinéztek, akkor látjátok, ott vannak a sinek. Tehát igen, itt a közelben van egy vasútvonal is, de most azt nem mondom meg, hogy melyik, mert akkor az alapján könnyen meg lehetett találni, hogy ez hol van. Bár mondjuk nem hiszem, hogy ezt annyira nagyon kéne titkolni, de hát azért ez egy télvilágító oszlop, ez a beton, mert ezen volt a világító test. Föl az emeletre. Mondjuk ez a lépcső se semmi. Már pedig visszafele is itt kell jönni. Na jó, hát úgy látom, hogy az még... Na, jó, mondjuk betonból van szerencsére, úgyhogy ez azért még elég masszív volt. De nyilván nem állt, ha az ember a lába elé néz. Hát, és ez volt az emelet. Manapság meg már lehet, hogy kicsit nyithatna egy ilyen panzió, hogyha nincsen lift és több szintes, mert hogy az akadálymentesség már ilyen szinten követelmény, hogy kell. Vagy lehet, hogy elég, hogy csak a földszinten van akadálymentes bejárat. Ezt így pontosan nem tudom, de azért sem. És hát valószínűleg itt is szobák voltak egykor, csak ezeket itt már visszabontották. Az biztos, hogy ez volt itt a folyosó, tehát itt, aha, és itt még villanyvezetékeknek a helye. Ugye itt vannak ezek a csövek, ebbe futottak a vezetékek. És hát itt van a másik. A másik kabrió épület.
És azt nézzétek, ott van egy leágazása ott a 20 kV-os vagy 25 kV-os vezetékből, és valószínűleg ott volt egy transzformátor, és az adta ide az áramot. Tehát így látták el áramban, hogy ott volt egy transzformátor, ami ugye 400 voltra, vagy talán 236-ra transzformált. Hát igen, mert ilyen kis feszültségű villanyvezeték itt nincsen. És valószínűleg így volt a legegyszerűbb, hogy állítva kiúzták volna szarvaskődől. Tettek ide egy mini transzformátort, ami arra elég, hogy itt ellássa. De hát itt vagyunk, látjátok ilyen felülnézetből. És ugye ott egyel arrébb a patak, és közvetlenül mellette meg ott futnak a sinek. Na, és itt egy pult. Még azt is el tudom képzelni, hogy a vezetékes is se volt bevezetve. Sőt, az itt az erdőbe szinte biztos. És akkor innen hidroforral látták el. Úgyhogy már csak ezért is nem lehetett már tovább működtetni, mert valószínűleg ugye a hidroforból nyert víz az nem volt iható. Csak mosakodásra volt alkalmas. Nézzétek! Itt egy másik épület. Mondjuk szerintem ezek is lakosztályok voltak. De hát csak egy ajtólap maradt meg belőlük. Hát, de itt sincs semmi. Ja, itt meg... Itt nem fogok tovább menni, mert azért itt ki tudja, hogy itt mekkora lukak vannak. És még az sem biztos, hogy itt észreveszem. Mert elég nagy a gaz. Meg valószínűleg úgy sem lenne értelme, mert nincs ott már semmi. És szerintem itt visszamegyek. Itt van egy akna. Ja, nem szerintem, a kábel akna. Valószínűleg a villanyvezetéket vitték itt. És közben kezd kisütni a nap és elállni az eső, ami azért mindenképpen jó hír. Ugye eddig szemelkéltem, eddig ott nem esett komolyan, de azért volt szemelkéli eső. Úgy meg azért nem kellemes annyira esőbe mászkálni az erdőbe. És itt az út felőli nézet. Amíg egy neon cső megmaradt, de gyakorlatilag ennyi az, amit még itt meghagytok. Hát akkor szerintem ez ennyi lett volna, amit lehetett, azt megnéztem. Más érdekes itt nincsen. Hát ez itt egy elhagyott panzió, valahol az út szélén. Egy erdő szélén, út szélén. Van mellette patak, meg vasút is. Sziasztok, majd találkozunk ezt közelebb.